Na 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 na. Mai műsorunkban bemutatjuk, miből lesz a felnőtt barzoly. Ellátogatunk dr. Koppány Ágnes állatorvoshoz, kutyatenyésztőhöz, akit a világ minden táján nem csak ismernek, elismernek, hanem nagyon szeretnek is. Ági néni szinte soha nincs egyedül. Körbeveszik barátok, és nagy a vendégjárás nála. Érkezésünk után nem sokkal például a falu első embere jött, kölyök látogatóba. Természetesen őt is megkérdeztük arról, mit szól, hogy egy világhírű tenyésztő költözött a településre. Rögtön híre ment a faluba annak, hogy gyönyörű szép kutyusok vannak, és nem csak a gyönyörű szép kutyusok, hanem ezek az állatok, ezek több világversenyen is részt vettek, és részt vesznek folyamatosan, és nagyon szép eredményeket érnek el, tehát nagyon örültünk annak, hogy új lakó, nem csak hogy új lakóval gazdagodott a falu, hanem olyan emberrel, aki fel tud valamit mutatni, nem is akármit. Polgármester úrnak van kutyája? Sajnos nincsen. Olyan lakásom van, ami nem teszi lehetővé. Nincs udvar. Az ebogatta nézői ennek a mondatnak mindig szívből örülnek, mert az a hitvallásunk, hogy csak olyan tartson kutyát, aki minden körülményt meg tud neki adni. Így van, egy felelőssége jár, az állattartás felelőssége jár. Hol is vagyunk pontosan? Egy pár mondatban megmutatná a falut? Regőben vagyunk, Tolna megye közepén, 1200 fős településről van szó, ahol szorgalmas gazdálkodó emberek laknak, és egy nagyon kis hangulatos, békés, nyugodt település. Van több kutyatartó is a faluban, aki hát nyilván hobbi szinten tart néhány állatot, és hát nagyobb állattartók is vannak még. Elég sokan tartanak még tehenet a faluba például, ami egy ritkaság, sőt tejcsarnokunk is van. Nagyon jó érzés eltölt el, hogy ilyen emberek élnek a településen, akik olyan tevékenységek folytatnak, amelyek hozzájárulnak ahhoz, hogy a falu jó hírneve szinte az egész Európában, az egész világon ismert legyen, és hát tényleg csak el kell jönni, és meg kell nézni ezeket a gyönyörű kis állatokat, mert hát ez mindennél többet elmond, azt hiszem. Két kis kutya, ez, meg az megy Hollandiába, az, aki ott fekszik, ez a kis fekete maszkos, az megy Spanyolországba, az a kis kutya, az a kis világos, az megy Olaszországba. És akkor ezeknek a világjáró kis kutyáknak a törzskönyvén már mindennek a falunak a neve? Persze, természetesen. Regőjek már, és már a világon mindenütt, ugye az összes hirdetésekben, honlapon mindenütt Regőj szerepel, persze, büszke is vagyok rá, hogy ebbe a faluba élhetek. Gyerétek is, Hollandus. Ez megy Hollandiába. Kis vacsakom, kis vacsakom. Itt vacsakom. Legutóbb, mikor találkoztunk, még Budapest mellett voltunk egy településen, most pedig egy kis falu legutolsó utcájának, szinte legutolsó házában találkozunk. Hogy került ide Ági néni? Úgy gondoltam, hogy lejövök egy kis faluba, itt sokkal nagyobb tér, szabadság van, a kutyáknak tudnak mozogni. Mert én azt gondolom, hogy aki olyan szinten csinálja a kutyázást meg a barzolyt, az csak alázattal lehet. És akkor mindig a legeslegelső a kutya. Nekem, ha fáradtan hazajövök, és éhesek a kutyáim, először ők kapnak enni, és csak utána eszek én. Itt nagyon nagy terület van nekik, 4,5 hold körülkerítve, most szabadon mozoghatnak a hatalmas területen, és boldogok, és szabadok. És én is nagyon-nagyon jól érzem itt magam. Azt gondolom, hogy minden nyugdíjasnak, aki nagyon sokat dolgozott életében, nem szabad egyből leállni, hogy ez a mozgás, ami itt van, ami ezekkel a kutyákkal, meg a kerttel jár, azt mindenkinek csinálni kell, mert ez azt gondolom a hosszú, egészséges életnek a titka. Hogy kezdődött ez az egész egy kicsit, hogyha visszamegyünk a múltba, hány évvel ezelőtt? 25 évvel ezelőtt voltak barzolyaim, de akkor nagyon sokat dolgoztam, és nem olyan kutyák voltak, amikkel lehetett versenyezni, és akkor Erdős Laci barátom szólt nekem, hogy,
hogy miért nem szerzek be egy olyan kutyát, amivel lehet versenyezni, hogy ezek nem igazán jó versenykutyák. És akkor hoztam életem kutyáját, Orián, az azt a fajzabadot Franciaországból, és arra alapult az egész tenyésztés, akivel nagyon-nagyon sok versenyt a világgyőztességtől kezdve, a veterán világgyőztes, Európa győztes, ötszörös Európa győztes, nagyon sok címet elért, sőt, a Victor Grand Prix Saint-Gallenbe megnyerte a Victor Grand Prix-t, akkor az nagyon nagy dolog volt. Körülbelül 13 évvel ezelőtt volt, ugye most 16 éves lenne Rézikém, mert már sajnos ő fönt vár engem. Most, amit majd bemutatunk, öreg kutyát, annak már két világgyőztes kölyke van. És hát azt gondolom, hogy szerencse is az, hogy az ember ilyen jó kutyákat tud produkálni, és nagy-nagy odafigyelés a kiskutyákra és a kutyákra. Kellett ehhez az állatorvosi szakma is? Igen, kell hozzáértés, mert ezeknek az öreg kutyáknak, az öreg kutyák a bizonyítékok arra, hogy a hosszú életükkel, hogy azért hozzáértéssel vannak ők ápolva. Mi a fontos egy kölyökutya életében? Hogyan kezdjünk neki az anyakutyát táplálni, a kölyökutya etetésnek, és mi az, amitől igazán gyönyörű, szép felnőtté válhat? Ha kölyökkortól indulunk el, akkor igazándiból ugye pontosan az ellésnél kezdődnek azok, ahol hozzáértés kell egy kutyának az elletéséhez. Ez nagyon-nagyon fontos, hogy már hogy milyen egészségesen születik a kiskutya, és hogyha megszületik, akkor ugye az időben kapja meg a féreghajtókat, az oltásokat, és tisztába kell tartani. Ennyi kiskutyát is mennyi munkával lehet? Tisztán tartani? Na hát nagyon fontos, ugye, hogy először is hogy lehet tisztaságra nevelni. Tehát kell neki egy olyan sarkot biztosítani a kis keneljébe, ahol ő a kis dolgát el tudja végezni, amikor már az anya nem takarítja. Mi a fontos egy barzó etetésénél? Hát mint minden kutyának az etetésénél az a fontos, hogy egy időpontot tartani kell. És ugye a táp minősége, amit esznek a kutyák, az rettenetesen fontos. Tehát nekem ugye vannak pici kutyák, vannak fiatal kutyák, vannak öreg kutyák, és mindegyik kutya a neki megfelelő összeállítású tápot eszi. Ez is a hosszú életnek az egyik titka, ugye? Egy más ásványanyag, makro- és mikroelemeket tartalmazó táp kell egy fiatal kutyának, mint amilyen egy öreg kutyának, vagy egy sportkutyának, vagy egy kiállítás előtt, hogy a szőrminősége olyan legyen a kutyának, hogy az megfelelő legyen a körbe. Sokan vannak úgy azzal, hogy azt mondják, hogy az öreg kutyának már nem olyan fontos a tartása, a táplálása, mert már úgyis öreg. Az idős kutya az legalább annyi törődést kíván, mint amennyit egy kis kölyök kutya. Arra még jobban oda kell figyelni. A fogait, hogy nagyon rendbe kell tartani, ugye? Mert általában az idős korban, hogyha nem eszik jól a kutya, akkor rendszerint az a problémája, hogy annyira fogköves a foga, hogy begyullad az ínyet, tehát erre nagyon oda kell figyelni. Oda kell figyelni, hogy mozog a kutyus, hogyha mozgatni kell megfelelően. Ugye én magam is úgy érzem, mint az öreg kutyáim, hogy a mozgás rendkívül jót tesz az általános állapotomnak. Egi néni mit tanácsolna? Érdemes idős kutya mellé még egy fiatal kutyát vállalni, vagy jobb, hogyha hagyjuk békében nyugodtan? Attól él az öreg ember, hogyha nem nyugodt. Most nem az idegrendszeri nyugodtságra gondolok, hanem a mozgásra. Jó egy fiatal kutya mellé, csak nagyon kell vigyázni, ugye az öreg kutyát nem szabad hanyagolni ezért. Sem a simogatásokban, sem a kedveskedésekben. És amik már itt vannak, kutyusok itt fognak akkor megöregedni. Ezek, hát ha jó Isten megengedi, hogy ki tudjam szolgálni őket, akkor igen. Ági néni a kutyatartóknak, visszatérve az elejére, hogy mi ez a titok, ami még mind a mai napig, ennyi sok év után adja azt az erőt, az energiát, a kitartást, hogy a kölyköktől az idős kutyákig mindenki ugyanolyan jó módban, jólétben és nagy szeretetben él itt.
hogy bemegyek a kiskutyák közé, és mind pillantok alatt körülöttem van, az összes kiskutya a fejemre másznak, az ölembe jönnek, és az öregek szeme, a hűsége, a szeretete, azt visszakapom, amit én adok nekik. És ez egy nagyon fontos, különösen a mai világban, mikor a szeretet az szóval egy elég ritka fogalom. Inkább a pénzhajhászás megy, mint a szeretet. Én lejöttem ide, és itt élek a kutyáimmal, és szeretem őket, és ők szeretnek engem. És ez nagy erőt ad nekik is, meg nekem is. Mert nem csak ezért élek, hát van nekem egy annyira csodálatos unokám, hogy aki pontosan olyan nagy állatszerető, mint amilyen én vagyok. Nagy lovas, ő neki vettem lovat most 2 évvel ezelőtt, meg hát van egy másik lova is, és bizony nagyon-nagyon sok versenyt nyer már. De 3 éves kora óta lovagol, és nagyon szeret itt lenni nálam, és nagyon szereti a kutyákat, és nagyon-nagyon szereti a lovakat.